November 7-én és 8-án tartják találkozójukat a G7 országai Tokióban. Az esemény fő témája Ukrajna támogatása lesz, amelyet a német külügyminiszter kezdeményezett. Anna Lena Berbok szerint, ha Kiev kimerül, azt Vladimir Putin orosz elnök kiméletlenül ki fogja használni. Ennek pedig nem csak Ukrajnára, hanem egész Európára nézve negatív következményei lennének. Ezért olyan fontos, hogy a G7-ek továbbra is határozottan és átfogóan támogatják, Ukrajnát, létrehozzák légvédelmi pajzsát, fogalmazott a német külügyminiszter. Olaf Scholz, német kancellár korában már elmondta, hogy az Ukrajnának szánt téli segélycsoma kulcseleme lesz a légvédelmi felszerelések fejlesztése. Dmitro Kuleba, ukrán külügyminiszter egy másik nyilatkozatában hangsúlyozta, Kiev számára is jobb, ha a nyugati szövetségesek a légvédelem megerősítésére fektetik a fő hangsúlyt.